Ugorj a képbe! Eddig mindig férfi művészekről beszéltem. Most egy nagyon megrázó, de egyben felemelő történet következik. Az európai festészet első ismert, sikeres festőművésznőjéről. Ő a korai itáliai barokk egyik legjelentősebb mestere volt, az egyik legjobb Caravaggio követő, ráadásul az egyetlen nő ezek közül, az első nő, aki a Firenzei Művészeti Akadémia tagja lett, az első nő, aki nagyméretű bibliai és történelmi képeket festett, holott női témának ugyebár inkább a csendélet vagy a zsáner számított. Műveinek 94%-ában női főszereplő van, és komoly hírnévre is tett szert. Ő nem más, mint Artemisia Gentileschi. A kortársai leírása szerint ragyogó tehetség, rendkívüli szépség volt, ráadásul igen erős személyiség. A mű, amit kiválasztottam tőle, egy allegorikus kép, a festészet megszemélyesítése, ami egyben önarckép is volt. Vannak néhányan, akik vitatják, de a többség elfogadja, hogy itt a művésznő saját magát ábrázolta. 1638-39 körül készülhetett ez a kép, azokban az években, amikor ő Angliában járt, édesapját követte oda és segített neki az ottani munkáiban. Ekkor Artemisia a 40-es évei közepén járt. 96x74 cm-es ez a festmény, tehát nagyjából életnagyságú ábrázolást tett lehetővé, és a királyi gyűjtemény része, ami ez a gyűjtemény 13 különböző helyen van szétszórva különböző királyi rezidenciákon, ez a kép első Károly angol király gyűjteményében volt, jelenleg pedig a Hampton Court Palace-ben található. Közelnézetből, ráadásul enyhe felülnézetből ábrázolt nőalakot látunk. Nem egész alakos, csak ameddig a festőasztal látni engedi, tehát comb középtől fölfelé látjuk őt. Az erős rövidülés, amiben ezt az alakot ábrázolja, a festői bravúr része volt. Nagyon lendületes mozdulatban látjuk ezt a hölgyet, éppen a művét készíti, ecset van a kezében. A fény egyértelműen balról érkezik, a fényforrást azonban nem látjuk. A háttér viszonylag homogén, teljesen közömbös, semmi nem vonja magára a figyelmünket. Az éles, nyers fényárnyék kontraszt jellegzetes barokk megoldás, és nem utolsó sorban Caravaggio-nak a fénykezelése is ilyen volt. A kép legvilágosabb pontja a nő homloka. Ezzel talán arra utal, hogy a magas színvonalú festészet mögött komoly szellemi tevékenység is húzódik. A nőn színjátszó zöld selyemruha van, a nyakában pedig egy vastag aranylánc, melynek a végén a medál egy maszk. A képről erő és méltóság árad. Egy olyan nőt látunk itt, aki tudatában van a szakmai színvonalának, és ez lehetővé teszi számára, hogy saját magát helyezze bele az allegóriába. Mintegy 40 évvel a kép készülése előtt egy Cesare Ripa nevű humanista tudós egy hatalmas kötetet publikált, amiben különböző javaslatokat tesz, hogy hogyan is kell elvont fogalmakat megszemélyesítve, szimbolikusan ábrázolni. Ebben a festészetet a következőképpen írja le. Szép nő, különféle módokon göndörödő, bogias, sűrű fekete fürtökkel, s fantasztikus gondolatokra utaló ívelt szemöldökkel. Száját hátul összecsomozott kendővel kösse be. Nyakán aranyláncot viseljen, rajta függő állarccal, s homlokán az imitáció, utánzás felirat legyen olvasható. Egyik kezében ecsetet, a másikban palettát tartson. Öltözéke földigérő, színjátszó, hosszú lepel legyen.
Ezt a képmást igen szépnek festjük, szépsége pedig nyilvánvalóan nemességére utal, minthogy mind az egyik, mind a másik tökéletességet jelent. Nincs bekötve a szája, és nincs a homlokára írva, hogy utánzás, kicsit furán is nézett volna ki, de egyébként minden stimmel. Cesare Ripa még azt is hozzátesz, hogy az álarc az azt jelenti, hogy a festészet az utánzással függ össze, az aranyláncnak a láncszemei a dolgok egymással való összekapcsolódására utalnak, a sokszínű ruha pedig a változatosságra, ami mindenkit gyönyörködtet. A megszemélyesítéseknél egyébként az volt a szabály, hogy attól függött, hogy nő vagy férfi alak lesz a megszemélyesítés, hogy milyen nemű szó volt az eredetiben az adott kifejezés. Mivel a festészet, la pittura, az egy nőnemű szó, ezért csak is nő lehetett az allegóriája. És egyes művészettörténészek azt gondolják, hogy Artemisia Gentileschi szellemesen kihasználta azt a lehetőséget, hogy ő, mint női festő, önarcképként festeti meg ezt a nőalakot. Ezt ugye férfi festőtársai nem tudták megtenni. Artemisia Gentileschi életművében számos olyan művet tartunk számon, amelyek rejtetten vagy nyíltan önarcképi jellegűek. Bár a hajszínt időnként, mintha változtatgatná, de egyébként a vonásai elég jól felismerhetőek. Artemisia egy a korban elismert festőnek volt a gyermeke, volt egyébként 3 öccse is, de kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a leánygyermek a legtehetségesebb. 1605-ben elveszítették édesanyjukat, és Artemisia ekkortól kezdve egyértelműen a festészet felé fordult, és Oráció becsületére legyen mondva, hogy erről nem beszélte le, és nem mondta azt, hogy lány létére mindenképp a férjhez menetel a legfontosabb. Artemisia már 17 évesen igen jelentős műveket festett, ugye apjától tanult, és lehet, hogy ezt a művet is még közösen készítették, vagy legalábbis apja egy kicsit besegített, tehát 1610-ben készült ez a Zsuzsanna és a Vének című festmény. 19 évesen, 1612-ben megpróbált bekerülni a Római Akadémiára, azonban ekkor még elutasították őt. Apja ekkor úgy gondolta, hogy további oktatásához egy másik festőt fog szerződtetni, mert úgy érezte, hogy a lányának szüksége van egy kicsit más látásmódot, festésmódot is megismerni, és munkatársát, Agostino Tassit kérte erre föl. Utólag derült ki, hogy ez egy óriási nagy tévedés volt, ugyanis ez a bizonyos Agostino Tassi visszaélt a bizalmával, és amikor kettesben volt a lányal, megerőszakolta Artemisiát. Ezután házassággal hitegette őt is, meg az apját is, de ezt az ígéretét nem tudta volna semmiképp megtartani, hiszen nős volt. Úgyhogy Oráció végül is feljelentette őt, és egy 7 hónapig tartó kínos, hosszú per következett. Tassi természetesen prostitúcióval vádolta Artemisiát, és a per során a lányt kínvallatásnak vetették alá, az ujjait szorították el bőrszíjakkal, ez különösen is kegyetlen egy festő esetében. Végül is persze kiderült, hogy Tassi valóban megerőszakolta, és egyéb más aljasságokat is elkövetett. Korábbi nemi erőszakok is kiderülnek, hazugság, lopás, gyilkossági szándék. Végül viszonylag enyhe ítéletet kapott, és azt is megúszta, és az ő festői karrierjét igazából meg sem tépázta ez az eset. Artemisia viszont a per miatt elhagyta Rómát, és végül egy szerény képességű firenzei festőhöz ment hozzá, Pier Antonio Sciattesihez, és ebből a házasságból 5 gyermeke született. Ebből az elképesztő bicskanyitogató történetből talán érthetővé válik,
hogy Artemisia egész életében nagyon sokszor festett le olyan nőket, legyenek azok bibliai, ó, vagy új szövetségi, vagy akár történelmi személyiségek, akik kiszolgáltatott helyzetben voltak, akikkel igazságtalanság történt, de akik végül is küzdöttek azért, hogy az igazságuk kiderüljön, és végül is győzedelmeskedtek, sőt, vannak olyanok is, akik bosszút álltak. Így tehát számtalan verzióban megtalálhatjuk Artemisia életművében a következő hősnőket. Például Zsuzsannát, akit már fiatal korában is lefestett, és itt is tulajdonképpen tudjuk a történetből, hogy végül is, bár a vének megvádolják őt, hogy el akart őket csábítani, de kiderül az igazság, hogy a férfiak akarták megerőszakolni a fiatal nőt. A Judit történetet szintén több verzióban festette meg, egészen elképesztő, ahogy leszorítja Holofernész fejét, és fröccsen a vér, és elképesztő, hidegvérűen pusztítja el ezt a férfit, aki hát az ő népének a szabadságát veszélyeztette. A Sámson és Delila történet is előfordul Artemisia életművében. Az Új Szövetségből Szalómé figurája, illetve Mária Magdolna alakja is többször megjelenik. Az egyiptomi történelemből Kleopátra tragikus sorsát örökítette meg, a római történelemből pedig Lukréciát, aki annyira erényes volt, hogy a megerőszakolása után megölte magát. Ezekkel a hősnőkkel Artemisia mélyen együtt érez, és gyakran a saját vonásaival jeleníti meg őket. Ezeken a képeken dráma, veszély, feszültség van, és nagyon erősen érződik Caravaggio hatása is. Öt gyermekéből csak egyetlen egy lány érte meg a felnőttkort, és egyébként úgy tűnik, hogy ő is festőnő lett, bár nem ismerjük a műveit. Firenzében befogadták őt a Firenzei Akadémia tagjai közé, de aztán 1621-ben visszatért Rómába, aztán pár évig Velencében is élt, 1630-tól Nápolyba költözött, és 1638-39-ben követte apját Angliába, aki első Károly udvari festője volt, és amikor az hirtelen ott meghalt, a munkáit, a befejezetlen munkáit a lánya, Artemisia fejezte végül be, és 1642-ig volt Londonban. A férfiak uralt a művészeti világban a minőség volt a fő fegyvere, és hitte, hogy ugyanolyan joggal van jelen a művészeti életben, mint férfi társai. Sokan pszichológiailag értelmezik az életművét, hogy a megerőszakolása nyomta rá a bélyegét az egész festészetére, azonban sokan hangsúlyozzák, hogy igaz, hogy ezt a traumáját valóban festőileg próbálta meg feldolgozni, és úgy tűnik, hogy ez sikerült is neki, hiszen kiteljesedett életet élt, de ettől függetlenül is be kellene őt venni a kánonba nőművészként, mert hiszen az életműve erre teljesen méltó. Szeretem ezt a képet, mert erő, elmélyültség, szellemi intenzitás, kreativitás, magabiztosság árad belőle. 400 évvel ezelőtt egy tehetséges nőnek nem volt könnyű érvényesülni. De Artemisia Gentileschi minden trauma ellenére ki tudott magának harcolni annyi teret, amiben alkothat, amiben érvényesülhet. Én azt gondolom, hogy ő ma is egy példakép lehet. Ugorj a képbe, ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videómat.
Nézd meg a többi elemzést is, egyik sem hosszabb 20 percnél. Kommentelj, írj nekem e-mailt. Volt már olyan videó, amit kifejezetten nézői kérésre készítettem el. És iratkozz fel!